Sok szeretettel köszöntöm a Hattyúbál alkalmából minden kedves diákunkat, a rokonokat, barátokat, valamint a főiskolánk oktatóit és munkatársait. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, én Csizmadia Ildikó vagyok, a főiskola másodéves hallgatója, és én leszek ennek a mai Hattyúbálnak a házi asszonya. Mint minden főiskolán, hagyomány nálunk is az új hallgatók köszöntése a gólyabál. A mi főiskolánk azonban meg is tartja ezt a hagyományt, de tovább is lépünk, meg is újítja. Az a kérdés, hogy miért is hattyúk nálunk a hallgatók. A hattyú természetében számtalan jó tulajdonság lelhető fel, amelyek közül talán a legfontosabb a tisztaság, a türelem és az odaadás. Hattyúvá válni nem könnyű feladat. A védikus szentírások szerint sok ezer ember közül csupán egy törekszik a lelki tökéletességre. Főiskolánk hallgatói tanulmányaik során egy magasabb szintű gondolkodási módot ismerhetnek meg, amit életük minden területén alkalmazni tudnak majd, és ezáltal elérhetik a lelki tökéletességet, azaz a hattyúvá válást. Most megkérném Varga Katát, főiskolánk köztársasági ösztöndíjas másodéves teológia szakos hallgatóját, hogy köszöntse vendégeinket, és különösképpen elsőéves hallgatóinkat ezen jeles esemény alkalmából. Köszönöm szépen. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Felkészültem rá, hogy nem biztos, hogy mindent úgy fogok tudni elmondani, ahogy elképzeltem és leírtam, de azzal kezdeném, hogy olyan szigorúan hangzik ez a köztársasági ösztöndíj dolog, pedig ez nem az én érdemem, hanem sokkal inkább azoké, akik lehetőséget adtak rá nekem, hogy itt tanulhassak, a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskola tanári karáé, illetve lehetőséget adtak rá, hogy szolgálatokat végezhessek, Ishvara Krishna Dász Prabhué, illetve a Vanipédia magyar csapatái és a Vissza Istenhez magazin magyar csapatái, valamint akik lehetőséget adtak rá, hogy kiadathassam a könyveimet, a Create Space kiadó Charlestoni csapatái, és akik lehetőséget adtak rá, hogy megszerezhessem a nyelvvizsgáimat, az International House School-é, illetve a Japán Alapítványé. Hát így már mindjárt nem tűnik olyan nagy dolognak, és láthatjátok, hogy milyen sok ember munkája az, hogy egy ember kapjon egy köztársasági ösztöndíjat. Írtam egy hosszabb vázlatot ehhez a beszédhez, de túl sok mindent szerettem volna elmondani, és túl kevés idő volt rá, úgyhogy újra kellett gondolnom a dolgokat. Hát szerettem volna azt mondani, hogy ezt a második beszédet nem írtam hozzá vázlatot, de írtam. Viszont sokkal jobban átgondoltam, hogy mivel mindenki a rövid köszöntő beszédeket szereti, de olyat kell mondanom, ami lényeges és valódi értéket közvetít, ezért én egy sokszor méltatlanul elhanyagolt érzelmet választottam, és ez pedig egy pozitív lelki érzelmet, ez pedig a hála, amit szeretnék közvetíteni önök felé, felétek, mert én nagyon hálás vagyok azért, hogy ma Magyarországon van egy olyan főiskola, mint a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskola. Jó lenne, hogyha több lenne. És amiért viszont még hálásabb vagyok, az a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskola tanári kara. És bár még a megismerési folyamat zajlik, még nem ismertük meg teljesen egymást, de szeretném, az elsős hallgatókat sokkal kevésbé ismerem, ez biztos. Úgyhogy szeretnék segíteni nektek, hogy jobban megismerjétek a tanáraitokat, és hát esendő memóriámra hivatkozva biztos, hogy nem fogok tudni minden tanárt megemlíteni, meg izgulok is eléggé, úgyhogy csak a teljesség igénye nélkül egy-két tanárunkról szeretnék mondani pár szót. Maharani Devi Dasi Matajiról, aki vállalja a felelősséget mindannyiunkért, a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskolán, az elsősökért, értetek is, illetve a másodévesekért, harmadévesekért, a tanárokért és minden munkatársért.
neki ezért vagyok hálás. Szeretném megemlíteni Amritánanda Devi Dasi Matajit, akinek már első pillanatban, első nap a lehengerlő derű, amivel ő rendelkezik, és a fantasztikus nevetése, amit ha meghallok, mindig tudom, hogy hol van az iskolában, illetve azt, hogy Indiát nem csak a szívében, hanem a tenyerében is tartja, vagyis hát úgy ismeri Indiát, mint a tenyerét. Tudom, hogy ő tiltakozni fog, de így van. És hát akit még szeretnék megemlíteni, Puskarini Devi Dasi Mataji, akinek hihetetlen erős, olyan gyengéd és olyan érzékeny szeretete van Srimati Rádaráni felé, amilyet én még nem láttam, és nagyon jó volt tőle tanulni a világvallások órán. Szeretném még megemlíteni Fodor Kata Matajit, aki a galaxisunk őrzője, és nagyon jó csipkelődő humora van, de azért megvan benne ez a szigorú tanárnén is vonal is. De hogy a Prabhukat se hagyjam ki, szeretném megemlíteni Shyama Sundara Prabhut, akinek hihetetlen emberfeletti türelme és kitartása van az összes órán, amit eddig tartott, nekem ez bebizonyította, és bármilyen oda nem illő kérdésem volt, mindig valódi választ kaptam tőle. Úgyhogy én ezért vagyok hálás. Illetve Ishvara Krishna Das Prabhunak, akinek van egy olyan tehetsége, vagy egy olyan képességet kapott Krishnától, hogy hihetetlen színészi játékkal tudja megjeleníteni a tananyagot, és ez nagyon élvezetes pillanatokat szerez mindenkinek. Biztos vagyok benne, hogy az elsősök számára is. Illetve szeretném még megemlíteni Góra Szundara Kripamaya Das Prabhut, akitől nagyon sokat tanultam. 8 könyv után rájöttem, hogy kell használni a lábjegyzetet, az irodalmi jegyzéket, és egyéb fontos dolgokat, illetve hogy logikusan, hogy tudom legyőzni az ateistákat, hogyha esetleg vitába kerülök, bár kerülni kell a vitákat, de sose tudhatja az ember. Szóval nagyon sok mindenkiért vagyok hálás, még egy fontos embert szeretnék, Sakshi Gopal Prabhunak pedig, aki felvételi előtt őt zaklattam a kérdéseimmel, hogy mi is ez a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, meg hogy jó, hogy milyen tantárgyak vannak, és stb. És hát ő is nagyon türelmes volt, illetve mindig erején felül segített mindenkinek. Én ezt láttam, és nagyon jó kedélyű volt, úgyhogy őt még szeretni, vagyis hát most is az, nem tudom miért mondtam, hogy volt, bocsánat. Szerettem volna őt is megemlíteni. Illetve nagyon szeretném megemlíteni a Krisna-völgyi baktákat, akiknél a szakmai gyakorlatot töltöttük tavaly nyáron, és nagyon sokat segítettek, nagyon befogadók voltak, nagyon jól éreztük magunkat mindannyian, és én kaptam 2 szót, ami nagyon-nagyon fontos számomra azóta is, Antardi Prabhutól. Ő azt mondta, hogy ezt az élet minden területén lehet alkalmazni, és tényleg. Ez a következetesség és a rendszeresség, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, hogy meditáljon rajta, mert biztos, hogy be fog igazolódni, hogy ez így van. Illetve volt egy nagyon aranyos epizód, amikor Rátaval a Prabhuval a konyhán, hát megcsillogtatta fantasztikus művészetét egyrészt, illetve amikor látta, hogy mennyire izgulunk, hogy most mondani kell a felajánló imát, és elsősök vagyunk, és nem jut eszünk be pontosan, vagy valami, és akkor mondta, hogy nem kell izgulni. 3 mahámantra, Jolly Joker, ezt én mondom, hogy Jolly Joker, ezt nem ő mondta, ő csak mondta, hogy 3-szor a mahámantrát elismételjük, az bőven tökéletes. Úgyhogy ez nagyon nagy élmény volt, és nagyon kedves volt, illetve Ashtasakhi Mataji pedig bemutatta Pujarik csodálatos életét, és ő is nagyon kedves volt, nagyon sokat és nagyon érdekeset mesélt, ő is erején felül, és biztos, hogy hát remélem, hogy ő is érezte, hogy minket nagyon érdekel, és nagyon köszönjük neki, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk érte. Illetve szeretnék köszönetet mondani az egri baktáknak, akik nélkül biztos, hogy nem állnék itt. Főleg a lassan 14 éves barátságomnak, Vaisnava Priya Prabhunak, aki 14 éve mondja konkrétan, hogy Kata, japázzál, de hát ezt most éred be. Úgyhogy köszönöm szépen neked, illetve közvetett ismerettségemnek, Chandra Doya Prabhunak, akitől rengeteg zenét és leckét kaptam
hogy hallgassam, mielőtt elkezdtem, mielőtt a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskola hallgatója lettem volna. És szeretnék még köszönetet mondani egy valakinek, aki nagyon hálás vagyok, hogy a szárnyai alá vett bőven az idején túl. Sajnos a produkció, amit betanított nekem, az ma nem lesz bemutatva, de remélem, hogy majd találunk neki biztonságos és megfelelő alkalmat, ugyanis Várhelyi Dénes Prabhu, a Magyar Íjász Szövetség bajnoka, ő volt a mesterem, a mentorom, és megtanított mongol visszacsapó reflex íjjal lőni. És ezt szerettem volna itt bemutatni, de hát technikai okokból, vagyis biztonsági okokból ezt nem tehetem ma meg. Úgyhogy, de szeretném neki nagyon megköszönni, hogy szánt rám időt, és hát majd be lesz mutatva, amit ő tanított. Gondoltam, hogy csak akkor mondom a nevét, hogyha jól sikerül a produkció, de hát most megköszönöm neki mégis. Hát azt hiszem, hogy még egy fontos dolgot szerettem volna mondani, hogy minnyájan egyfelé haladunk, közös úton járunk, és nem az a lényeg, hogy ki hol tart, hanem nyugodtan lehet valaki lassabb, mint a többiek, az se baj, ha gyorsabb, mint a többiek, hogyha néha úgy érzitek, vagy érzi valaki, hogy egy kicsit elfáradt, akkor megáll, de egy a lényeg, hogy senki soha ne forduljon vissza. Ha mégis visszafordulna, akkor Krishna beveti a titkos fegyvereit, a Bhakti Vedanta Hittudományi Főiskola tanárait, úgyhogy nem kell izgulni, mindenre van megoldás, és hát nagyon szépen köszönöm, azért is hálás vagyok, hogy meghallgattatok, és szeretném, hogyha legalább egy nevet találtok azok közül, akiket most felsoroltam, és akiknek ti is hálásak vagytok, hogy akkor már nem volt hiába, hogy ide fölálltam, és a beszéd készítésének engedtem, úgyhogy akkor Hare Krishna, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.